A Terézvárosi magyar-angol-magyar-német két tannyelvű általános iskolában harmadik alkalommal rendezték meg a Népek Napját az alsó tagozatosok részére. Szinte minden osztályban tanul olyan gyerek, akinek édesanyja vagy édesapja külföldi. Ebből született a gondolat, hogy ismerjék meg jobban egymást, ismerjék meg más népek kultúráját, szokásait. A Népek Napja alkalmat teremtett mindenre. Ebben az évben 5 osztály vállalta, hogy bemutat egy-egy országot, de minden osztály részt vett az iskola díszítésében. A világ összes zászlaját megrajzolták és kifüggesztették az aulában, és minden gyerek lerajzolta magát. A rajzok a folyosókra és az aulába kerültek. Ezen a pénteki délutánon 5 országba, a világ 5 tájára jutottak el néhány óra alatt. Jártak Indiában, Kanadában, Olaszországban, Oroszországban és Erdélyben. Mielőtt elindultak volna a nagyútra, az aulában az 5 osztály tanulói rövid ízelítőt adtak az adott ország kultúrájából, egy tánc vagy ének formájában, és színes képekkel illusztrált előadást is tartottak arról. Immár harmadik alkalommal rendezzük meg a Népek Napját iskolánkban, ami egy nagyszabású esemény, az alsó tagozatosokat szokta érinteni. Az apropója tulajdonképpen az, hogy a mi iskolánkban nagyon sok olyan diák jár, akinek az egyik szülője legalább valamely más nemzetnek a tagja, és ez adta az ötletet, hogy talán akkor ismerjük meg egy kicsit közelebbről ezeknek a nemzeteknek a kultúráját is. Hát ebben az évben Oroszország, India, Kanada, illetve Olaszország mutatkozik be, valamint Székelyföld tájaira is elkalauzolnak minket. A program úgy zajlik, hogy van egy rövid kulturális bemutató, azon túl pedig az osztályokat rendezték be a kedves szülők, akik nagy segítségünkre voltak az előkészületekben, és ezekben az osztályokban aztán kulturális programokon vehetnek részt a gyerekek, ételkóstolás is van, játékos foglalkozások, és készíthetnek is valamit, amit haza is vihetnek emlékképpen erről a napról. Itt vagyunk a két tannyelvű általános iskolában. Milyen nap van ma? November 27-én van, és a harmadik Népek Napja. Mit jelent ez a Népek Napja? Hát, hogy vannak Kanada, Olaszország, Oroszország, India. Hol jártatok eddig? Segítsünk! Indiába, és most vagyunk Kanadában. És mit tudtok Indiáról, és mit tudtok Kanadáról? Kanadáról még csak a himnuszt tudtuk meg. Indiáról meg van náluk ilyen másféle vallás van. Melyik országba szeretnétek eljutni még itt most ma, vagy melyiket várjátok a legjobban? Olaszország, mert azok vagyunk mi. Hát országjáró túrán vagytok. Melyik országokat kerestétek már fel? Voltunk Itáliában, Kanadában, Indiában is. Milyen országok vannak még hátra? Oroszország, Erdély és Székelyföld. A Székelyföld azon belül, Erdélyen belül. Így van. Azt mondjátok el, hogy miket láttatok így országszerte? Hát mindenfélét láttunk. Láttunk hokit, meg voltak ilyen kóstolók, meg táncot, szóval mindenfélét láttunk. A vendéglátást vállaló 5 osztály szülői közössége hetek óta készült a nagy napra. Az adott országot idéző dekorációt helyezték el a tantermekben, és játékokat találtak ki. A gyerekek minden országból emléket is vihettek magukkal, amit saját maguk készítettek. Karkötőt, az olasz zászló színeit viselő tésztából könyvjelző Cyril betűs felirattal, rovásírásos névkártyát és karkötőt juharlevél szimbólummal. Jellegzetes ételeket és italokat kóstoltak, padlizsánkrémet, juharszirupos palacsintát, nutellás kenyeret és pirogot. A Népek Napja program megvalósítását sokan támogatták. A szülők, a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit ZRT,
a Terézvárosi Tudástér Alapítvány, a Kanadai Nagykövetség, az Indiai Kulturális Központ, a Trattoria Pomodoro Étterem, a Budapesti Olasz Kultúrintézet, az Alfavit Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány, az Orosz Kulturális Központ és az Ezer Út Utazási Iroda. A rendezvénnyel egy időben szállították el azokat a cipős dobozokat és tartós élelmiszereket, amelyeket a diákok és szüleik készítettek és gyűjtöttek a Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára. Első ízben kapcsolódott be a Terézvárosi kéttannyelvű általános iskola az országos gyűjtőakcióba, már is nagy sikerrel. Számtalan ajándékdobozt állítottak össze a gyerekek a határon túl élő nehéz sorsú társaiknak. Hát véget ért itt a kéttannyelvű általános iskolában a Népek Napja. Hogy is foglalná össze igazgató asszony a mai napot? Hát talán az lenne a legjobb, ha úgy foglalnám össze, mint az egyik kisdiák, aki megállított talán az olaszoknál, mikor jártunk, és azt mondta, hogy ez a legjobb nap az iskolában. Én is így éreztem magam, tehát csodálatos élmény volt a gyerekeknek is, a szülőknek is. A szülők is úgy fogalmaztak, hogy ez az, ami igazán összehozta őket, a gyerekeket, az iskolát, tehát a közösségépítésben óriási nagy szerepe volt, túl persze minden tanulságon és sok-sok ismereten, amit itt a gyerekek megszereztek, és az élményeken. Azt hiszem, hogy ez volt számomra a legfontosabb, hogy a közösségépítésben megint egy kicsit előrébb jutottunk.